Nem csupán egy, hanem több éves tevékenységük, munkájuk nyomán részesítette elismerésben Kalocsa város képviselőtestülete azt a 11 személyt, akiknek dr. Bányai József adta át a Kalocsa városáért díjat az augusztus 20-i ünnepi képviselőtestületi ülés alkalmával. Kalocsa város polgármestere nyitó beszédében kiemelte, hogy minden kitüntetett egyhangúan kapta meg az elismerést, vagyis a képviselőtestületen belül nem volt vita, vagy éppen kételj azzal kapcsolatban, hogy érdemesek-e az elismerésre. Az ünnepség megnyitásaként egyúttal a Liszt Ferenc Művészeti Iskola tanárai, Bedlenné Dajko Ágnes, valamint Csupor Balázs előadását hallhatták a megjelentek. Ezt követően a méltatások, valamint kitüntetések átadásának sorát dr. Schön Ferenc, a Kalocsai Járásbíróság volt elnöke nyitotta, aki az igazságszolgáltatásban eltöltött több évtizedes munkájáért vehetett át elismerést. Kovács József Lászlónét a pedagógiában végzett munkája elismeréseként jutalmazták, Bolvári Andrásné pedig a népművészet fennmaradása és fejlődése érdekében végzett erőfeszítései kapcsán vehetett át Kalocsa városáért elismerést. De kitüntetésben részesült Borbé Lászlóné zenepedagógus, Gali Valéria Ilona könyvtáros, Megyes János a helyi polgárőrség elnöke, dr. Molnár Gábor orvos, András Attila az Anda Present vezérigazgatója, Posztobágyi Zoltán futónagykövet, Nagy Sándorné szociális gondozó és dr. Halasi Kálmán orvos.